Munkagépektől hangos a Puskesti Vadarkörút. A felújítás első fele a 19-21 számú épülettől a Wagner Gusztáv útig tart. Ezen a szakaszon teljes bontás, szegélykőépítés, majd aszfaltkötő réteggel való borítás történik. A parkolók pedig térkőburkolatot kapnak. A tüdőkorász területén elmondtuk, hogy mi minden fejlesztés készülődik ott. Egy új parképítés, egy lakópark, vagy egy családiházas övezet építése, és hogy jövünk szépen lefele ide a Tallinn városrészbe. Azt tudjuk mondani, itt is komoly dolgokra készülődünk. Itt mögöttem látszik, hogy a Puskás-Tivadar út átépítése elindul. Ennek a programnak, fejlesztésnek egy jó két hónapos átfutási ideje van. A munkálatok befejeztéig az útszakasz teljes szélességében lezárják. A mintegy 73 millió forintos beruházás csak a kezdet. A városrész rehabilitációja több ponton folytatódik a jövőben. Belevágunk a Bacsó-Nándor út felújításába, illetve az Agyva-Cukrászda melletti terület, parkolóteret átépítésébe. Fontos dolognak gondolom, hogy a későbbiekben pedig az itt lennévő humán szolgáltató központ be tud majd költözni a épp felújítás alatt lévő ötvös téri komplexumba, régi idősek otthonába, a humán szolgáltatóba pedig az óvoda tud majd átköltözni. A felújítás második üteme a tervek szerint szintén egy hónapig tart. A szakemberek a Városmajor úttól a Puskesti Vadar körút 19-21 számú épületéig dolgoznak majd. A munkálatok ideje alatt a Wagner Gusztáv úti óvoda a Vásárhelyi Pál utca felől közelíthető meg.